mindenkit itt vagyunk, egy újabb videó van, ez a házkis élet délutáni epizódja, amit beígértem délelőtt. Na, hát látjátok, a hó az nem olvadt el, nézze, mutasd meg Zoli. Zoli amúgy pólóban van. Hülyének, ilyen 10 percet borzak, hogy mennyi, nem tudom, majd ezt ő eldönti szép. Leszarja, hogy mi van, hát tél van, van majd mínusz 5 fok, és ő meg itt pólóban, ugye kis hó, látjátok, hogy elolvadt. Mert hát ugye az egy menetrend szerint, tehát mert a UV-sugárzás után hó az egyértelműen érzékem. Akkor folytatódik a videóm, csak megnéztem a kutyának van-e vize. Ugye hát látjátok, hogy itt a havazás azért itt eléggé rendesen volt. Tehát megnézitek, azért a kutya itt rendesen, meg mindenki összejárkált, ami minden. Látjátok, hogy a havazás az nem olvadt. Ott lehet látni, lehet talán. Lehet látni, kb. Ennyi hó van. Mutasd még egyszer? Ennyi hó van kb. De ez attól függ, milyen közelről nézzük. Attól függ, milyen közelről nézzük. De ilyen 5 centi körül van. Tudod meg a házhászt. Így is nagyon szépen néz ki havasan, mert úgyis havas színe van. Na azért ne olyan közelről, igaz? Jaj, hogy szereti. Úgy szereti. Úgy. Ez még ma délután valószínűleg kikerül. Megkérem a drágalátos kiadókat, hogy ne késjenek, hanem rakják ki azonnal. Mivel a besűrítés az olyan lesz, hogy tehát ugye hát a besűrítés nyilván majd valahogy máshoz kéne megoldani. És az eredeti taksz az lett volna, közben amúgy nézzetek, hátra ott jön már egy hófelhő. Kutya most tetszik egy csontot. Zoli, fordíts hátra a kamerát, mert jön egy hófelhő. Nem mutatom, hogy kb. Milyen, hogy néz ki egy hófelhő. Ha. Éppen a... Mindig egy kis kutya amúgy, látjátok. Ez egy hosszabb videó lesz, és akkor Zoli venne föl egy kulcsit, az jobb lenne. Mert így nagyon hamar meg fog fázni, nem bírunk sokat forgatni, pedig az a besűrítés, ami nagyon komoly lenne, hogy legyen minél hamarabb, mert egyáltalán most jönnek a hófelhők itt ezerre, most nehogy valami emiatt legyen. Tehát fölöttünk még nincs ugyan, de hát mint látjátok, most beleraktuk a hóba a kamerát, hogy a lehető legjobb felvételeket készítsük el nektek. De mivel a kutya elmenekült, ezért most kiveszem. Bocsi, hogy belefújtam a kamerába, de muszáj voltam, mert le kellett volna fújni a havat. Jaj, de szeretem! Jaj! Nézzétek meg! Nézzétek meg, hogy szereti a havat amúgy! Tehát... Elvileg ilyen este 10-ig körül fogunk újabb havat kapni. Reggelre újabb 3-4 centivel több hó lesz. Reményeink szerint több hó lesz, úgyhogy én reménykedünk benne, hogy tényleg lesz hó. És Zoli beleesett egyszer pólóba, a hóba. Porod mellás, igen. Ő itt a lényeg, a kis skinny. Nézzünk, figyelj a skinny. Melyik irányból jönnek ezek a hatszágyék? Na, ki! Hülye! Hülye ez a kutya. Igaz, te hülye. Igaz. De nem ha. Vagyis ő csak játszana amúgy. De hát ez egy nehéz játszana. De látjátok, hogy ő amúgy békés természetű, tehát nem ilyen. Hogy játszana amúgy, tehát látjátok, hogy most sem igazán harapna, csak játszana. Játszik, hogy ő ilyen játékos természetű. És itt az a pingvistó, ahol simán kiugorhatna. De nem teszi meg, helyette ott próbál meg mindig kiugrani. Ha menni akar valahol, ma most nem akar sehova menni, mert hát kint van egész, már jó 3 napja. Jó 3 napja kint van. Nézd ide! Nézd ide közben, és amikor... Na, így. Na. Mehet közben, Duma. Na hát, látjátok, hogy most megsimogatom. Igaz, le fog ülni. És most látjátok, hogy
milyen havas, mert benne fekszik. Na, Laci, tehát egy kicsit közelebb a szádat a kutyához. Nem úgy. Úgy, úgy, mintha puszit adna neki. Na, de nagyon édeske. Na, na, tedd már úgy a szádat, mintha puszit adna neki. Mikor erre néz szembe. Úgy, hogy a ház fele. Most. Tökéletes. Na, de közben folytatódik szerintem a videó már, nem? Na, de... Mi hát látjátok? Igen, azért a limitálra figyeljünk a 6-7 percig. A videók hossza viszont csökkenni fog. Átlag hossza a jelenlegi 5-6 percről mindössze 2-3 percre fog csökkenni. Ugyanis hát lesznek olyan videók, amik csak... tehát nálunk most a mennyiség lesz a lényeg, valamint a minőség is. Ugye hát... a minőségre is megpróbálunk figyelni, ezen túl a 720p helyett 1080p. És videókra lehet számítani. Valamint lesznek majd különféle nagyon speciális videók, amiket tavaly még nem láttam. Na, ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy ilyet, és iratkozzatok fel. És ne felejtsétek el megnézni a Huskis... A Huskis életnek a újonnan készült Instagram profilját, valamint Eskimónak a saját lévő profilját is. És már megint tönkrebaszta a kaput. Figyelj, kell vinnünk sétálni. Na, elköszönti? Igen, na, sziasztok!